Ez itt az új műsorunk, a Gonosz Swift. A műsor lényege az az, hogy időre kell teljesíteni ezt a pályát, amit mi itt kiraktunk, de van benne egy trükk, meg van fordítva a kormányzás. Viszont az általunk meghívott versenyzők ezt nem tudják, itt a rajtnál úgy ülnek bele, hogy ez csak egy normális régi Swift. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, érdemes lesz. A Gonosz Swift mai vendége Szász Márton, a nemzet Szász Marcia. Szeretettel köszöntök mindenkit. Mint az állandósult epitete a Nornans. Marcia, amióta utoljára beszélgettünk, egy kicsit változott a flotta. Mi történt az autóiddal mostanában? Milyen autókkal jársz, és hogy azokkal az autókkal, amikkel akkor jártál, azokkal mi történt? Amikkel akkor jártam. A Leon még megvan. Köszönjük szépen, a töltőnyomás az jelentős. Úgy értem szöggyári. Hát az RX-8-al történt egy és más. Elveszett a komplexió. Elveszett a komplexió, és aztán úgy döntöttem, hogy a második motorcserét már nem fogom megfinanszírozni. Úgyhogy... V8 beépítő kit lett. Majdnem. Józan és megfontolt döntéseink rovatunkban hirtelen felindulásból Miskolcon reggel 9-kor egy kétes KFT átírás előtt 10 perccel vettem egy Volkswagen Up-ot. Az RX-8 helyett? Akárhogy nézzük, alapvetően az alsó nyomaték mindenképpen magasabb, mint ami az RX-8-ban volt. A felső az nem tettük magasra a lécet. Alul nyomatékosabb, de marad is ugyanannyi körülbelül. Úgyhogy... egy gyenge kezdés után egy erős visszaesés. Így van, életemnek mérhetetlenül ilyen érdekes alapgondolata. A Mighty Car mozzó srácoknak az upvásárlása után így hirtelen én is kedvet kaptam ez a kalandhoz. Aztán... Ez egy 1003 henger? Így van, egészen pontosan. Gyárilag 60 lóerős, másnap reggel már ráférgeltem a 75 lovasnak a programját. Az egész műszerfal világított, de úgy éreztem, hogy ez így jó lesz, és akkor utána úgy elindult a rendrakás. Igazándiból az benne fantasztikus, hogy van progressziós élmény, ezt így szoktam mondani, hogy veszel egy autót, ami ilyen teljesen bromon van, minden baja van, hát hogy mondjam, váltóolaj nélkül jöttem fel Miskolcról, mint utólag kiderült, de hát ezt nyilván az adásvétel helyszínen az ember nem szokta látni, úgyhogy, de túlélte a pályatempót, úgyhogy... Nyugtass meg, a 15 lóerő növekmény érezhető. Nem. De olyan érdekes volt kipróbálni, hogy mi történik. Nagyszerű. De sportautó nélkül nem lehet élni, ugye? Nyitott hátsókerek és sportautó nélkül, úgy, hogy vettél egy... Egy Z3-at is, mert megfontolt döntésekre az ember életében mindig szükség van. Nekem azt mondták, hogy a 1.8-al, 1.9-el nem szabad venni, mert úristen, az borzasztóan gyenge. Úgyhogy én azzal a lendülettel ezt így kipróbáltam, beleszerettem és... És tényleg. És hát az is ilyen szép felújítós projekt még, mert alapvetően ezernyi gondja volt és baja volt, de szerintem ez a szép az autózásban, hogy az ember vesz valamit, és akkor úgy építi rendben, aki a szebbé, többé, jobbá teszi, életben tartja. Hát igen, abban nem feltétlenül értünk egyet, hogy mi az ideális alap ezekhez a projektekhez, de a lelkesedés mindenképpen átérzem. Annyit mondj nekem, hogy van-e motorsportos tapasztalatod? Tehát fordult-e már veled az, hogy időre mentél, versenypályán mentél, esetleg ügyességi pályán mentél? Életemben egyetlen egyszer felmentem még a Miatával annó a Kakucsringre, és első körömben majdnem megnéztem közelről, hogy milyen a tribűnnek az alja, de aztán sikerült, hogy mondjam, a pályaívet helyreállítani, és nem történt, hogy mondjam, hírértékű esemény aznap, és ezzel véget ért a mindenféle ilyen pályatapasztalatom. És hogy a klasszikus esztergomi Swift-tel van esetleg élményed? Mi az ős élményed a klasszikus esztergomi Swift-tel? Egy nagyon pici blokkosat egyszer már próbáltam, és azóta méretetlenül szeretem a feelingjét. Én ugye nagyon józanul szoktam gondolkodni, tehát amiben egyszer beleülök és kicsit is kipróbálom, az onnantól kezdve ősi igaz és mély szerelem, úgyhogy azzal is hasonlóképpen vagyok. Úgyhogy bízom benne, hogy nem okozok csalódást neki. Én azt gondolom, hogy nézzük meg. Egy ilyen gyönyörű felvezetés után szerintem már csak az egekbe törhetünk, úgyhogy kérlek, fogd el a helyed a sofőrülésben, és Dani fog melléd beülni navigátornak. Hát, hogy minden adott lesz egy tökéletes kör összeállításához. Három próbálkozásod van, és nyilván a legjobbat fogjuk értékelni a nap végén. Egy sikertörténet fog születni ma. Hát nem gondolnám. Három, kettő, egy, rajt! Azt nem mondtam. Jobb hátul van a Rüki. Jobb hátul. Aha, igen, az az. Akkor újra. De várj, az
miért most, meg? Mert eltekel koppanásig vagy a másik irányba. Úgy, igen. Mi ennek ennyi a kormány? Most teljesen alá vagy szedve. Nem. De. Teljesen alá van szedve. De... A másik irányba próbáld meg. Nem, ennyi. Baszd meg. Ó, baszd meg! Ó, baszd meg! Timos! Nem, fordítva. Úgy, igen. Azaz, teked. Az lesz, igen, és teker. Azt kézzem, igen. Igen, nagyon jó. Nem forog vissza, szóval visszatekerni is neked kell. Hogy mondtad, hogy nem kéne visszatekerni? Jó lesz az. Azon gondolkodtam, hogy az ittas vezetést nem lehetett volna kipróbálni, inkább így, hogy mondjam. Lehet, hogy egyszerűbb lenne talán egy fokkal. Nagyon jó, az lesz az. Én nem akarok izé lenni, de ez egy nagyon hülye játék. Alig azt mondja, pályanapos tapasztalat. Figyelj, itt lehet tapasztalatot szerezni, csak lehet, hogy sokra nem mész vele más helyeken. Azt akartam mondani, hogy hoppa! De szeretném megkérdezni ezen a ponton, hogy mondjam, tehát, hogy ebben a kontextusban navigátornak... Érdemes itt jobbra kitenni, hogy a tolatásnál egyszerűbb dolgot legyen. Igen. Még közelebb ez a feléhez, még menjél még. Várjál, most próbálom fejben összerakni, hogy mit akarok csinálni, mert ez... Nem, igen. Úgy, igen. Az megszámoltuk a fogaskerekeket. Megvan mindegyik. Van benne váltóolaj. Édes Istenem. Hogy mondjam? Nagyon jó. Szerintem innen már meg is lesz. Innen már rutinból fogom fordítva tekerni. Ami kifejezetten pozitív, hogy nem volt még hibád eddig az. Még? A még nagyon fontos. A nehezén szerintem már túl vagy, mert itt úgy mondom, hogy a tolatás a legnehezebb. A tolatás volt a legkönnyebb eddig. Valóban? Na. Igen, de... Érdekes. Ezzel az autóval annyi szépet lehetett volna csinálni, édesanyám. Hogy történt ez a gondolat, hogy mi lenne, ha fordítottra tennénk a kormányt? Akartunk valami kihívást, és úgy gondoltuk, hogy ez megfelelő kihívás lehet esetleg, és akkor ezt meg innen ugye majd balra, érdemes minél jobban kivinni balra, hogy nagy ívbe tud kerülni. Azt akartam mondani, hogy... Nagyon jó szettetet szerintem. Ó, tökéletes. Teker. Ó, meg vagyunk. Igen, és akkor ott a célvonalig még. Én csak most szólok, hogy hazafelé rommát töröm a Leont, jó. Akkor... Hú, mennyi volt a szintidő? Nem tudom, de... Anti úgyis mindjárt jön megkérdezi, hogy milyen volt érzése a történet. Na. Nem volt hiba. Nem volt hiba. De minden teljesen rendeltetésszerűen zajlott. Az első kérdés Antalnak az volt, hallottál-e bármilyen plegy... Nem. De ugye erre hogy készülsz fel lélekben? Ez... Tetszett? Én annyira szerettem volna, hogy ebből az autóban valami csodálatos kis bolondéria szülessen, hát nem. Ez... De jó Isten. Egy kis pszichopata lett. És milyen élmény volt, kérlek, mesélj, ez a legrosszabb sportreporteri kérdés. Milyen volt? Ez szürreális. Tehát, hogy így ez... Minden, amit rutinból csinálnál, az így hirtelen értelmét veszti, és azon gondolkodsz, hogy hova akarsz nyúlni. Szerintem, amikor életemben először autóba ültem, az nem volt ennyire ilyen teljesen elveszett érzés. Nagyon durva, és azt néztem, hogy meglehetősen lendületes rajtot vettél, nyikkant a kerék, meg minden, és meg is ijedtem, hogy majd kiviszed ott a gumifalat, de... Hát én először azt hittem, hogy a kormánymű így teljesen megrecsent így alattunk, és mindenki olyan lelkesen nyugodt volt, hogy ott koppanásig alá tekertem, nem történik semmi. Tehát így, hogy mondjam, azért az évek és a rutin meglátszik, amikor így összerakott 15 másodperc után, hogy senki nem aggódik, tehát akkor a kormány az rendeltetésszerűen működik. Annak egy picit örültem, hogy te azért mondjuk azt egy intelligens csávó vagy, de hogy még neked is eltartott egy ilyen 15 másodpercig, mire összeraktad, hogy mi történik. Tehát, hogy még egy kicsit azért neked is sikerült háttal ülni a moziban. Én teljes mértékben. Az időd 3 perc 20 másodperc, 54 század. A századik igen az. Mennyi volt Oliver legjobb ideje?
45 másodperc. 45, Dani tudott menni egy 64-et. Nem, Dani ment egy 63-at, én egy 64-et. Úgyhogy tőled sem várunk kevesebbet a következő körökben. Hogy kívánod, nekiugrassz a második körödnek, vagy előbb körbejárnád velünk a telepet? Nézzünk szét, én lélekben megpróbálom feldolgozni, ülepedik az élmény, a motorikus reflexek beépülnek. Nálam is van majdnem egy hasonló projekt, csak nálam csak az E3-hoz van egy sorhadblokk az udvaron. Van egy sorhadblokk? Ez azonos legalább, és hogy már palatonos? Teljesen ezért, tehát egy elvileg... M50B20, ha jól sejtem. Ez M52 tub 20-i. Ó, igen. Elvileg ezzel még szerelték, úgyhogy nagyon szeretném összerakni, csak még nem volt az éven meghalni se időm, de egyébként optimista vagyok és lelkes. Na, ezt ezzel nem szerelték. Biztos, hogy benne egyébként is megfordítottátok a kormányművet. Nem, ezen semmi ilyesmi nincsen, amit látod, a hosszú kipufogókat kifejezetten szeretjük, ezért itt is sokat gondolkodtunk rajta, hogy hogy lehet megoldani, és sikerült végül. Itt a hajtás van megfordítva. Az igen, ez most, így van, ez csak hátsó kerék. Alapvetően összkerekes, de le van kötve most az első hajtás, ezért csak hátsó kerekes konfigurációban üzemel a gépjármű. Ez ugye egy GTI blokk, egy kicsike kis Garrett turbóval. Kompresszióval. Így van, ugye ez a blokkról azt kell tudni, hogy ez egy gyári belsejű, szóval nem alacsony kompresszió, semmi, egy gyári belsejű motor ez, és ez van megfújva 0,7 bárral, ezért a kartergáz meglehetősen nagy, és nem túlzottan megbízható a technika, de ennek ez a szépsége, hogy tulajdonképpen rátettük a turbót, és működik. Ebben annyi kompresszió van, ami 8 RX-8-ban elég lenne. Szerintem ott ilyenről nem lehet beszélni, tehát hogy... Kompresszióról? Hát... Vagy elég kompresszióról? Így van. Nézd, ez egy első generációs Porsche Cayenne Turbo. Nem tudom, miért én mesélek róla, mert Daninak sokkal, de sokkal több köze van hozzá. Tekints bele, kérlek, és próbáld megérteni. Ez egy picit, mintha át lenne így, hogy mondjam, könnyítve. 2,4 tonnáról indultunk? Nyers állapotában? 2,6, szerintem 2,6 és lementünk 2,2-re, aztán onnan valamennyit visszajöttünk. Igen. Hátulra benézve abszolút csok kompatibilis. Igen, belefér az egész számunkra. Család. Csok, hát kell egy ilyen matrica, hogy Magyarország kormánya támogatásával. Még ha igazis lenne, az jó lenne. Viszont akárhogy nézett, tehát ez ennek az egész autózásnak a, nem is tudom, tehát hogy nem ettől az autótól vártam, hogy ez a koncepció megszületik, de az, hogy négy utaztatható utas, és az élménynek az átadása, tehát hogy ennél szebb dolog létezik az autós műfajban. Egy-kettő biztosan mindenképpen, de ez a közösségi élménynek az egyik abszolút csúcsa. És nekünk is ez volt a mozgatórugó, hogy lehet az autózásról beszélni, meg lehet mutatni, meg minden, de az a legjobb, amikor autózunk. Tehát, és hogy ebben így az emberek is bevonódnak, hogy autózunk. És gyerekek, felnőttek így, akkora mosolyal szállnak ki, hogy menetet vág a fejükre a vigyort. 3, 2, 1, rajt! Várjál most, hoppá! Úgy, hoppa. Az lesz az. Jaj, már nagyon rutinból vezetek. Sokkal jobb így van. Hoppá! Figyeld, felvette a ritmust! Jaj, milyen... Hoppá! És még ez se volt hiba, én úgy láttam, nem értünk hozzá. Nem értünk hozzá semmi, ez nagyon... Tökéletes. A reflexek az tökéletesen a helyén vannak. Az nagyon... Ez lesz az, és akkor érdemes ugye minden jobban ide a jobb szélére kitenni. Hoppa, majdnem. Még szerintem egy picit menj előrébb, mert még így egyszerűbb lesz a tolatásunk, igen. Várjál, igen. Azaz. Igen, ez... Viszont így szerintem már túlmegyünk rajta, azt valószínűleg, igen. Azt mondod? Aha. Hát akkor... Most talán még egyszerűbb javítani így a... Az lesz az. Igen. Úgy. Ezt nem elég rutinból abszolválni. Hoppá, hát elő nem érintünk. Nem, nagyon jó. Tehát még ezekre is oda figyelsz, szép. Én nagyon. Másik felét azt nem látom, de... Nem érintettünk semmit, teljesen tökéletes. Jó vagyunk. Hát igen, ezt elszedem. Így van, nagyon jó. Az első pár autómat, hogy mondjam, akkurátusan mindegyiket azzal indítottam, hogy valamit érintettem, mondjuk így az első este. De ahhoz képest most egész jó vagy a nehezítés ellenére is, hogy ezt nem, kihagytad. Már túl sok rutinom vagyok keresztül. Hoppá, ott meg nem. Nagyon jó. Fejlődünk.
nagyon, és a jó irányba fejlődünk, ez fontos. Hoppá. Az autocross történelem legszebb napjait éljük. Így, így. Rutinból magas gáz, vagy valami. Jaj, nézd, anya, nem hajtom meg, nem hajtom meg, anya! Tökéletes. Na, szerintem ez egy elég jelentős előrelépés volt az első körhöz képest mindenképpen. Főnök Ömz, milyen volt? Nagyon jó vagyok, egy perc alatt voltam, fogadjunk. Nem. Nem, kettő alatt. Az is valami, majdnem eltaláltam. 1.54.75? 1.54.75, az előző időt pedig, hát hám 20. Na. 3.20. A fejlődés szignifikáns. Ha tudnám, mit jelent ez a szó, akkor lehet, hogy így értelme van. Is lenne. Valami szépet alkottunk. Valami szépet alkottunk, de nézd, egy perc a növekmény, vagyis hogy több mint, közel másfél perc a növekmény az előző körhöz képest, a javulás. Én azt gondolom, hogy a harmadik körben benne leszel 40 másodperc alatt, ha ezt így folytatod. Én is ebben bízom, 32 a cél. Menjünk is, amíg még meleg. Menjünk, amíg meleg. 3, 2, 1, rajt! Hoppá, megint! Ez csak azért van, hogy az ideális élet. Így van, rá kell menni az elején. Én nem gondoltam volna, hogy el fog menni. Áron, mennyi hely volt az elejénél? Kevés? Egyszer. Kétszer. Nagyon jó. Nem halunk, mert hoppá, nem volt rontás. Nem. Érintés, nem az 5 másodperceket, ezeket drágának kihagy az élet. Persze. Jaj, már nagyon. Hoppá. Nagyon jó. Igen. Micsoda lendülete van a dolognak. Én is ezt érzem, hogy ezt nevezem. Ez egy sikertörténetnek a kezdete. Hoppá. Nagyon jó lett. Ó, ez itt tökéletes. Nem érintünk. De fordítva. Igen, tehát. Az lesz az. Nem érintünk, ott se. Oj. Teljesen jó. Hoppá. Aha. Ott egy darab, mintha lett volna. Így érzés alapján. Valamit én is éreztem, de ez még csak simogatás volt. A simogatás belefér. Nem, sajnos lelökted ott, hogy visszatekintek, de nem zavar meg minket ez az apróság. Így van. 5 másodperc ide vagy oda ezen a ponton, szerintem nem osz, nem szoroz. Egyszer. Hoppá. Kétszer. Hoppá. Nagyon jó, nagy ívbe. Úgy lesz az is. Így. Jó. Nagyon abszolút jó centi volt, de nagyon jó lesz, nagyon jó. Sikeresen abszolváltuk a projektet. És megérkeztünk, tökéletes. Na, kíváncsi vagyok, hogy... Ja, kézifékünk nincs. Ez drift autónak előkészített. Ez egy erős, jármű. Erős hidros kézi. Egy darab hibánk volt ne. A kutolatásnál. Hát, 1.34.36 plusz egy hiba, az 1.39.36. Ez egy teljesen jó, mondtam, hogy majdnem meg lesz a 32, egy percet tévedtem ide vagy oda, hát az... Hát nézd. 1.39.36 a legjobb időd, ami onnan nézve, hogy 3.20-ról indultál. 3.20. Szerintem ez kifejezetten menő. Mennél vele még? Érdekes kezdet lenni, vagy örülsz, hogy kiszállhatsz belőle? Szerintem ez az első olyan autó, amire azt mondom, teljesen egyértelműen, hogy nagyon örülök az élménynek, és nagyon örülök annak, hogy kiszállhattam belőle. De azt kell, hogy mondjam, a progressziós élmény az ugye megvolt, tehát ez egy nagyon erős fejlődés. Biztos vagyok benne, hogy mérhetetlen kihívást fog nyújtani az én köridőmnek a teljesítése minden utánam következőnek. Mindjárt mondom. Nézd, mivel te vagy a második versenyzőnk, ezért hát nyilván elmondom Janklovics Peti idejét. Egy pillanatot kérek, mert az is itt van elmentve a logokba. Tehát Peti legjobb ideje az 1.20 volt egy hibával, tehát 1.25.18 volt. És mondom, neked akkor itt most volt egy olyan időd, ami 1.39. Nem vagy olyan messze, és ő azért a végére látszott, hogy azért jól tökéri a kormány. Én bízom benne, hogy még 10 adás után is valahol benne leszek, nem tudom én, a top 100-ban. Garantálhatom, tehát 10 adás után biztos, hogy benne leszel a top 10-ben. Más nem tudok ígérni, ezt meglehetősen biztosan tudod, rossz vagyok matekból. És nekünk van egy olyan elképzelésünk, hogy ha ez az autó itt kitelt az ideje, lefutotta a köreit, és tovább kell lépnünk a műsorral, akkor szeretnénk a géptetőt elárverezni, úgyhogy rajta van egy csomó ismert embernek, meg kevésbé ismert embernek az aláírása, úgyhogy kérlek, helyezzel egy 100 marcit, akár a logón, akár mellette, ahol neked jól esik, és alá fogjuk írni az idődet majd. Nagyon köszönöm, hogy részt vettem ebben a nagyszerű projektben. Nagyszerű. Marci, várunk szeretettel legközelebb is, egy aztán a podcastet megbepótoljuk. Így. Szervusztok!